A Debrecen a Videóton ellen játszott 2x90 perces edzőmérkőzés Székesfehérváron. Az első mérkőzést 3-1-re a hazaiak nyerték, a debreceniek egyetlen gólját Tisza Tibor szerezte. Most már azt gondolom, hogy a csapat úgy körvonalazódik, hogy ki fog játszani. Remélem, hogy tagja leszek, és nagyon remélem, hogy jó csapatunk lesz tavasszal. Én úgy gondolom, hogy azért a Debrecen mindig mindenhol esélyesként lép pályára, úgyhogy azt kell szem előtt tartsuk, hogy minél hamarabb olyan formába kerüljön mindenki, hogy egyénileg a legjobbját tudjon nyújtani. Az Európa-bajnokság miatt olykor hétköznap is rendeznek fordulókat az élvonalban. Korhut Mihály szerint ez nem csak a válogatottnak, de a klubcsapatoknak is kedvez. Nagyobb terhelés fogunk kapni, úgy, hogy hétköznap is játszunk. Szerintem ez a játékosokra is jó hatással lesz, hiszen jobban fogják majd bírni úgymond a mérkőzéseket, és hanetán oda kerülnénk a nemzetközi kupába, mint Debrecen, vagy akármelyik magyar csapat, ugye valaki oda fog, azok könnyebben fogják bírni majd a terhelés, ugye az hétköznap vannak a nemzetközi mérkőzések, szóval ez egy ilyen jó pont, hogy egy kicsit felveszik ezt a ritmust, hogy a szerda szombatot játszik. Korhut olyan teljesítményt szeretne nyújtani tavasszal, amivel nem csak a Debrecen segíti, hanem Bernstorff szövetségi kapitány figyelmét is fel tudja hívni vele magára. Minden játékot szeretne a magyar válogatottban játszani, főleg úgy, hogy most kijutottunk az Európa-bajnokságra. Így nekem is ugye az levő a szemem előtt, hogy örökerüljek a szűk keretbe majd, nem tudom, 20-25 vagy 22 fős keret lesz, nem tudom pontosan, abban szeretnék benne lenni, és remélem, majd felhívom magamra a figyelmet. A Debrecen jelenleg 7. a tabellán, de a cél az, hogy a bajnokság végére dobogón nemzetközi kupa szereplést jelentő helyen végezzenek. Mindenképpen szeretnénk odaérni a dobogóra, az Európa Ligás helyezések egyikére. Nyilván a Ferencváros már nehéz lesz befogni, de mindent megteszünk azért, hogy ebből a 14 mérkőzésből a legjobban jöjjünk ki. A Debrecen következő felkészülési mérkőzését a lista vezető Ferencváros ellen játsza február 4-én Budapesten.